Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit, jó estét kívánok! Október 4-e Ferenc és Aranka névnapja van. 26 éve ez az állatok világnapja. 789 esztendeje a mai nap, Assisi Szent Ferenc a kereskedők, szegények, környezetvédők és az állatok védőszentjének ünnepe. Most lássuk a legfontosabb eseményeket, először csak röviden. A Nemzeti Tanácsok képviselőivel tárgyalt ma Anna Brnabić miniszterelnök. Nem kell aggódni a gázellátás miatt a télen, ígéri a miniszter. Az új közlekedésbiztonsági törvény tervezete szerint kisebb büntetésre számíthatnak a gyorshajtók. Ha Szerbia pénteken legyőzi Ausztria labdarúgó válogatottját, akkor már biztos, hogy csoport elsőként jut ki a jövő évi oroszországi világbajnokságra. A kisebbségi nemzeti tanácsokat érintő legfontosabb kérdésekről tárgyaltak a szerbiai kisebbségi önkormányzatok képviselői Ana Brnabić miniszterelnökkel ma Belgrádban. A találkozón a 21 szerbiai kisebbségi nemzeti tanács vezetője és a kormányfő oktatási kérdésekről, a kisebbségi akciótervről, illetve a nemzeti tanácsokról, valamint a nemzeti kisebbségek jogairól szóló várható törvényekről is beszélt. A kisebbségi akciótervet tavaly márciusban fogadta el a szerb kormány, a kisebbségi nemzeti tanácsok országos tanácsa pedig azóta 4 jelentést vizsgált meg. A jelentéseken több mint 400-an dolgoznak, akik negyedévente gyűjtik a szükséges adatokat, hangzott el a belgrádi találkozón, ahol Ana Brnabić miniszterelnök találkozott a nemzeti tanácsok képviselőivel. A kormányfő korábban még államigazgatási és helyi önkormányzati miniszterként vezette az országos testületet, és elmondta, megtartotta ezt a funkcióját miniszterelnökként is, ezzel is jelezve, hogy a kormány számára kiemelkedően fontosak a nemzeti kisebbségeket érintő ügyek. Svaki akcioni plan je stvar koja bi trebala da se menja vremenom kako bi pratila u stvari u toku implementacije akcionog plana dešava se da vidite da neke stvari možda nisu isplanirane kako treba i onda ih u skladu sa realnosti na terenu menjate tako da što se mene tiče svakako akcioni plan je živa materija i da bi bio potpuno u skladu sa vremenom u kome živimo i potrebama upravo nacionalnih manjina mislim da smo mi uvek otvoreni o tome da ga revidiramo ukoliko potreban. A szerb kormány emberi és kisebbségi jogi irodájának igazgatója Suzana Paunovic elmondta, a kisebbségi akcióterv megvalósításába az utóbbi hónapokban bevonták a helyi önkormányzatokat, valamint az oktatási intézményeket is. Ennek köszönhetően felgyorsulhat a megvalósítás menete. Očekujem da u narednom periodu kvalitet izveštaja i dinamika sprovođenja samog akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina budu i još bolji i još vidljiviji. Ono što statistika kaže jeste da se u prethodnom periodu uglavnom sprovodilo oko 65% aktivnosti koje su predviđene u tom kvartalu. A tanácskozáson elhangzott, hamarosan bővítik a kisebbségi nemzeti tanácsok pénzügyi alapját, amelyből a nemzeti közösségek oktatását és tájékoztatását támogatják majd, illetve létrehoznak egy olyan költségvetési alapot is, amelynek keretét a nemzeti tanácsok fejlesztésre fordíthatnák. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testületének soros elnökeként aláhúzta. A támogatás nagy részét minden évben annak a Nemzeti Tanácsnak utalják majd át, amelynek a legnagyobb szüksége van fejlesztésre és az infrastruktúra kiépítésére. Ez egy szolidaritási alap lenne a többi nemzeti tanács, nyilvánvaló, hogy ebből adódóan abban az évben kevesebb pénzből tudna gazdálkodni. Emellett nyilvánvalóan a nemzeti tanácsok működése külön válik. Tehát itt a program és a tevékenység eddig ugye mind-mind a nemzeti tanácsok költségvetésének a keretében volt, nagyon összetett kusza elszámolási rendszerrel. Most viszont bízunk abban, hogy ez a költségvetési keret Szerbia gazdasági erősödésével, a költségvetésének a növekedésével egy olyan helyzetet teremt, ahol már tényleg komoly összegekre számíthat egy-egy nemzeti tanács. Szerdán ismét elhangzott, a közeljövő legfontosabb feladata a nemzeti kisebbségek jogairól, valamint a nemzeti tanácsokról szóló törvény elfogadása és módosítása lesz. A kisebbségi nemzeti tanácsok hatásköre az oktatás, a tájékoztatás, a nyelvhasználat és a kultúra területére terjed ki.
A közelgő télen folyamatos és biztos lesz a gázellátás Szerbiában, jelentette ki Moszkvában Alekszandr Antić. Az energetikai miniszter a Gazprom vállalat vezetőségével tárgyalt az orosz fővárosban. Elmondása szerint biztosított az Oroszországból származó gázellátás, amely az idén közel 32%-kal növekedett. A beszélgetésen megvitatták az udvarnoki gáztározó bővítésre vonatkozó terveket. Ezek szerint jövőre megkezdődhet a kapacitás bővítés. Újvidéken október 15-én kezdődik meg a fűtési idény, közölte az újvidéki távfűtőművek. A közvállalat hozzátette, hogy a fűtőrendszer technikailag készen áll, a melegvíz vezeték működik, és a háztartásokban is minden rendben van. A fűtést hamarabb is megkezdhetik, amennyiben 3 egymást követő napon este 9 órakor 12 vagy attól kevesebb Celsius fokra süllyed a hőmérséklet. A fűtési idény április 15-éig tart. Enyhébb büntetéseket terveznek az új szerbiai közlekedésbiztonsági törvényben a sebességkorlátozás túllépéséért. A javaslat szerint a lakott településen történő gyors hajtásért nem kapnának büntetőpontot a szabálysértők, és a jogosítványukat sem vonnák be. Egyes szakértők szerint ez a módosítás veszélyezteti a közlekedésbiztonságát. Szerbiában lakott településen 50 km/h a megengedett maximális sebesség. A jelenlegi jogszabályok szerint, amennyiben a sofőrök 21-től 50 km-rel túllépik ezt, a pénzbüntetés mellett 4 büntetőpontot kapnak, és a jogosítványukat is bevonják legalább egy hónapra. Egy új törvényjavaslat szerint viszont a gépkocsi vezetők akár 80 km-es sebességgel is száguldhatnak majd a lakott településeken. Ha rajta kapják őket, megúszhatják egy legfeljebb 10 000 dináros pénzbüntetéssel. Nem hallottam róla, de nem jó törvény, mert így is ez, ami van törvény, nagyon sokan gyorsabban hajtanak, még nem szabályosan, még hogyha még engednek, ez már akkor nagyon sok lesz. Ako bi se povećala brzina na putu u gradu, bojim se da bi to donelo mnogo više nesreće, nesigurne vožnje. Sem toga, posebno u Vojvodini, gde ima puno biciklista, dece, nesavisnih vozača. Belgrádi sajtóinformációk szerint a belügyminisztérium azért döntött az enyhítés mellett, mert a sofőröket olyan helyeken, például hidakon is gyakran megbüntették gyorshajtásért, ahol valójában nem veszélyeztették a közlekedés biztonságát. A legtöbb szakértő szerint viszont a nagyobb sebesség több végzetes balesetet okozhat. Fehér László közlekedésbiztonsági szakértő is óvatosságra int, de támogatja a büntetések sávos rendszerű kiszabását. Nem ugyanannyi legyen, az 53-assa is hajtott, meg aki 69-re is hajtott, tehát ezt megértem, meg azt is, hogyha 70 alatt talán ne legyenek még pontok elvő, és ugyanígy ugyanezt mondanám akkor a nyílt úton is, mert de arra nagyon kell vigyázni, hogy nehogy rossz üzenet legyen ebbe, hogy hát mégis csak gyorshajtóknak meg lesz bocsájtva, főleg a lakott településen, a sűrűn lakott részeken, mert a gyalogosoknak az élete az mindennél fontosabb. A vitatott közlekedésbiztonsági törvényt az év végéig kellene elfogadnia a szerb parlamentnek. Alekszandr Vučić akkor látogat majd Zágrábba, amikor Kolinda Grabar-Kitarović horvát államfővel nyugodtabb körülmények között más politikai légkörben tárgyalhat, tudta meg a Tanjug a szerb elnök környezetéből. Ezzel megerősítették azt a korábbi információt, hogy elhalasztják Vučić horvátországi útját. Az utóbbi napokban a szomszéd államban rossz visszhangra talált, hogy a szerb vezetők relativizálják a 90-es években elkövetett szerb agressziót a horvátokkal szemben. Horvátország korábban elfogadta a háborúban résztvevőkről szóló törvényt, amelyben a horvátországi szerbeket agresszorként határozzák meg. A horvát fél gyorsan reagált a szerb elnök zágrábi útjának lemondására. Horvátország minden szomszédjával párbeszédre törekszik, ezért is hívta meg Kolinda Grabar-Kitarović horvát államfő Alekszandr Vučić szerb elnököt Zágrábba. A két ország viszonyának további normalizációja és a kölcsönös bizalom kiépítése lett volna a célja a találkozónak, áll a közleményben. A legújabb események nem járulnak hozzá a bizalom építéséhez, ezért a horvát elnök is úgy látja, hogy nincsenek meg a feltételek a szerb elnök látogatásához.
Megérkezett a Batajnicai repülőtérre az utolsó két MiG-29-es vadászgép, amelyet Oroszország küldött Szerbiának. Összesen 6 modern repülővel Szerbia a régió legerősebb légiflottájával fog rendelkezni, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő hozzátette, büszke arra, hogy a szerb technikusok karban tudják tartani ezeket a gépeket, a szerb pilóták pedig tudnak majd repülni velük. A gépeket október 20-án mutatják be Belgrád felszabadításának ünnepén. Stephen Paddock, a Las Vegas-i tömegmészárlás elkövetője kamerákat helyezett el a szállodában, és tette előtt nagy összeget utalt át a Fülöp-szigetekre, jelentette be Joseph Lombardo, Clark megye sheriffje sajtóértekezleten. Elmondta, hogy a tette után öngyilkosságot elkövetett Stephen Paddock a szállodai szobájában, és a folyosón is kamerákat helyezett el. A rendőrség feltételezése szerint a 64 éves férfi azt figyelhette, hogy közelít-e valaki a szobájához. Kedden nyilvánosságra hoztak néhány a lövöldözés idején készült videófelvételt, amelyből kiderült, hogy Paddock a sorozatokat 9-11 perc alatt adta le. A nyomozók összesen 47 tűzfegyvert találtak 3 általuk átvésült helyszínen, Paddock hotelszobájában, Mesquite városi otthonában és egy másik hozzáköthető renmény ingatlan területén. Már a hétfői hírek még arról szóltak, hogy Mary Lou Dunleavy-t, Paddock barátnőjét tisztázták a rendőrök. Kedden Joseph Lombardo sheriff azt nyilatkozta, a nő ismét a rendőrség érdeklődésének homlokterébe került, mert esetleg mégis közel lehet a történtekhez. Beszélünk vele, szögezte le a sheriff. A nyomozók azt remélik, hogy a 62 éves Mary Lou Dunleavy, aki együtt élt Paddockkal, segíthet az indítékok feltárásában. Közben az amerikai sajtó arról cikkezik, hogy az elkövető a tette előtt felhívta édesanyját, és megkérdezte, minden rendben van-e vele. Ezután elment, és tömegmészárlást hajtott végre, amelyben 59 ember életét vesztette, és több százan megsebesültek. A Gárdi Gábor kollégánk az Amerikai Egyesült Államok beli Miami-ból tudósít. Itt Miami-ban olyan tudósítások láttak napvilágot, hogy Stephen Paddock, aki elkövette a vérengzést Las Vegasban, az egy ideig 2013 és 2015 között Floridában, méghozzá egy itteni városban Melbourne-ben élt. Ezt pedig megerősítette Eric Paddock, aki Stephen testvére, méghozzá ő Orlandóban él, és elmondta a sajtónak, hogy nem tudja, hogy mi vezetett ehhez a szörnyűséghez, és állítólag még azt is közölte a médiaházak munkatársaival, hogy testvére az édesanyjukat is fölhívta a történtek előtt, és megkérdezte tőle, hogy minden rendben van-e. A férfit állítólag, mielőtt a sajtónak nyilatkozott volna, a rendőrség is kihallgatta, de bővebb információt a hivatalos szervek a nyomozást lezártáig nem osztottak meg senkivel. Tehát senki nem tudja, hogy miért követhette el ezt a szörnyűséget, és a testvére is csak annyit mondott, hogy bár hirtelen természetű volt, azért gyilkosságig biztos nem ment volna el, de tudjuk, hogy ez nem így történt, és több mint 59 embert ölt meg, és több százat megsebesített. Siettetné Katalónia függetlenségének kikiáltását a tartomány vezetője, és ez néhány napon belül meg is történhet. Carles Puigdemont a hétvégi referendum óta először adott interjút a BBC-nek. Spanyolország demokratikus elvei erősek és szilárdak, mert spanyolok millióinak és millióinak vágyain alapulnak, hogy együtt éljenek békében és szabadságban. Ezt reagálta korábban 6. Fülöp. A spanyol király trónra lépését követően első alkalommal tartott tévébeszédet a hétvégi referendum kapcsán. Közben a katalán tartomány vezetője úgy fogalmazott, hogy Katalónia Spanyolországtól való kiválását sürgeti. Napokon belül kikiálthatják a tartomány függetlenségét. Carles Puigdemont úgy fogalmazott, erre ennek a hétnek a végén vagy a jövő hét elején kerülhet sor. Arra az újságírói kérdésre, hogy mit tenne, ha a spanyol kormány beavatkozna ebbe a folyamatba, Puigdemont azt mondta, hogy ez súlyos hiba lenne, amely mindent megváltoztatna. Puigdemont a BBC interjúban továbbá visszautasította az Európai Bizottság elnökének korábbi nyilatkozatát, amelyben Jean-Claude Juncker úgy fogalmazott, hogy a katalán függetlenségről vasárnap tartott népszavazás Spanyolország belső ügye, és a helyzetet Madridnak a spanyol alkotmányos referendummal összhangban kell kezelnie.
Juncker kijelentette azt is, hogy a spanyol alkotmány alapján a katalán népszavazás jogszerűtlen volt. Amennyiben viszont a spanyol alkotmánnyal összeegyeztethető módon zajlott volna le, akkor Katalónia kikerült volna az Európai Unióból. A vasárnapi népszavazáson, amelyet a madridi kormány törvénytelennek ítélt, Katalónia választása jogosult polgárainak 42%-a járult az urnákhoz, több mint 90%-uk támogatta a függetlenséget. A szavazást incidensek kísérték, a hatóság és a szavazni kívánó közötti összetűzésben több százan megsérültek. Inkább segítünk megvédeni Románia keleti határát, mint hogy kerítést húzzunk a magyar-román határon, jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Bihari Napló című romániai magyar újságnak adott interjúban. Orbán Viktor úgy vélte, nőni fog a kelet felől Európára nehezedő migrációs nyomás, és ez megnöveli Románia súlyát az elkövetkező időszakban. A jövő évi magyarországi választásokra kitérve a magyar miniszterelnök arra kérte a külhoni magyarokat, hogy vetessék fel magukat a magyarországi választói névjegyzékbe, és vegyenek részt jövő tavasszal a voksoláson. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Temerinben is átadták az MNT ajándékcsomagját, egy okos táblát és egy házi olvasmányokból álló könyvcsomagot. Zente községben évről évre egyre kevesebb kisbaba születik. Megtartotta 11. ülését a Szabadkai Városi Képviselőtestület, és habár 64 a város sorsát jelentősen befolyásoló napirendről döntöttek, a legnagyobb vitát mégsem ez, hanem a polgármester személye és a körülötte kialakult botrány váltotta ki. 2017 első felében Szabadka város több mint 2 milliárd 700 millió dináros bevételt, és mintegy 2 milliárd 60 millió dináros kiadást valósított meg. A bevételek és a kiadások sem érték el a tervezett szintet. Az ellenzék szerint nem tartható az idei költségvetés. Imamo jedan problem da se budžet koji je godinama deceniju bio negde na nivou od 5,2, 5,4, jedne rekordne godine 5,5, u posljednjih 5 godina uporno planirana 6,5, 7 milijardi, 6,800 bez ikakvog osnova. I time zapravo imamo 15% projekata koje smo hteli da realizujemo, to jest koje je ova vlast htela, neće moći i sad je pitanje rebalansa kada će to da se objavi da ne može da se realizuje. A hatalmi koalíció képviselői szerint ez a költségvetés fenntartható, és aggodalomra nincs ok, hiszen az elmúlt évekhez hasonló, sőt azoktól valamelyest jobb pénzügyi helyzettel rendelkezik most a város. Maglai Jenő, a Mozgalom a Polgári Szabadkáért frakció vezetője szerint viszont ez a büdzsé csak a túléléshez elég. Az első napirendi pontát erről kellett volna, hogy szóljon, de csak hamar kisebb botrányba torkolt az ülés, amikor Maglai kijelentette, Bogdán Labánt nagyon sok szabadkai nem tekinti már a polgármesterének. Mint ismeretes, pár héttel ezelőtt kiszivárgott egy hangfelvétel arról, hogyan fenyegeti Bogdán Labán azt a férfit, aki az őt bíráló plakátokat rakaszgatta a városban. Ezért a mozgalom napirendre tűzte volna a polgármester leváltását. Ehhez azonban a 67 képviselő egyharmadának támogató aláírására lett volna szükség, de nekik ez nem volt meg. A polgármesternek is a szemében mondtam azt, hogy érdemtelennek tartsuk tovább a Szabadka város polgármesteri pozíciót, hogy betöltse. Épp a viselkedésért, azért a szavakért, azért a fenyegetésért, amelyeket kimondott egy polgártársunk irányába, azért, hogy verőlegényeket hozott magával és megverték, vagy összepofozták a fiatalembert. Bogdán Lábán is szót kért. A mozgalom tagjai ekkor kivonultak a teremből, egészen addig, amíg a polgármester beszélt. És tették ezt többször is, amikor Lábán a pódiumhoz vonult. A polgármester elmondta, a lehető legjobban végzi a munkáját, soha annyi támogatás nem érkezett a tartomány és a köztársaság részéről, mint most. Polgármesteri pozíciója pedig soha nem volt veszélyeztetve, állította. Šta se dogodilo? Dogodilo se, pravosudni organi treba da dovrše svoj posao, da ispitaju svačiju odgovornost. Moja odgovornost jeste, kao gradonačelnika, da sam izleteo, da sam bio isprovociran. Izvinio se građanima Subotice i Srbije i smatram da sam svoju grešku skupo platio, jer najviše od svega ovoga je propatila moja porodica. Az ülés folytatásában négy közvállalati igazgató kinevezéséről is szó volt. A jelölteket 4 éves időszakra választották meg. A Szabadkai Gázművekben Ződi Ildikó volt javasolva, a Palisudas közvállalatban Dobó Márta,
a szabadkai vízművekben Sugár György, és a lakásépítési közvállalatban pedig Predrág Radivojevics. Mind a négy kandidátus a választási bizottság véleménye alapján eleget tesz a törvényben írt feltételeknek, és ezért a Vajdasági Magyar Szövetség frakciója támogatta is mind a négyüknek a kinevezését 4 éves időszakra. A 64 napirendi pont között szerepelt még 13 közvállalat és a regionális hulladéklerakó 2016-os évi programjának megvalósulása. Néhány közvállalat 2016-tól korábbi veszteségének fedezésének a kérdése, valamint a 2016-os évben minden közvállalatban megvalósított nyereség elosztása. Valamennyien a nyereségük 70%-át kell, hogy befizessék a városi költségvetésbe. Új házi rendet fogadott el a tömbházakra vonatkozóan a nagybecskereki városi képviselőtestület a legutóbbi ülésén, amelyben a legnagyobb változás a házmester intézményének a bevezetése. A gondnokokat az új lakástörvény értelmében az év végéig kell megválasztania a lakók közösségének. Az idei év elején lépett hatályba az új lakástörvény, s ezzel mindegyik önkormányzatnak össze kell hangolnia a tömbházakra vonatkozó meglévő házi rendeket. Az alapvető követelményeket a nagybecskereki lakóházakban nagyjából betartják. A tisztaság fenntartására most is szerződtetnek takarítónőket, de nagyobb javításokra várják a gondnok kinevezését. Elég sok albérlő van, a lakástulajdonosok nem laknak itten, és hát ebből az okból az albérlőket nem nagyon érdeklik ezek a gondok. Nagyon régóta már messzelni kellett volna, összehívjuk az embereket, viszont nem jelennek meg. A 21 néhány lakásból, csak 5-6 lakásból vannak érdekeltek. A tetőt kellene javítani, és ez ilyen mindennapi, vagyis havonta gond, amikor össze akarnánk jönni, az emberek nem jönnek. A képviselőtestület a 6 évvel ezelőtt hozott házi rendet módosította, s az újban is megmaradtak azok az alapvető szabályok, amelyeket be kell tartani egy tömbházban. Elsősorban a pihenésre meghatározott időbetartása, a teraszok és a közös helyiségek rendben tartása, a dohányzási tilalom a lépcsőházban. To su stanari i do sada, s tim što je ta obaveza i sada ovim zakonom još više naglašena, utoliko što su jedinice lokalne samouprave u obavezi da donesu akt kojim će propisati najniži iznos naknade koju će stanari svakog meseca izdvajati na ime i tekućeg investicionog održavanja. Novina zakona je i to da se po prvi put u sistem upravljanja stambenim zgradama uvodi institut profesionalnog upravnika, pa će tako stanari, odnosno sve stambene zajednice, biti u obavezi pod pretnjom primjene određenih kaznenih odredbi da izaberu upravnika ako ne postoji spremnost nikoga od samih stanara da obavlja poslove upravljanja, oni njima na raspolaganju stoji izbor jednog od licenciranih profesionalnih upravnika. A kommunális rendőrség hatáskörébe tartozik a felügyelet, a házi rend betartása. A lakókat leginkább a közös helyiségekben tartott tárgyak zavarják, és a kommunális rendőrség felhívása után azokat leginkább el is tüntetik. Ettől nagyobb gondot okoz az, hogy az épületek körül kevés a parkolóhely. Jeden od najčešćih prekršaja koje komunalna policija evidentira i kažnjava, to su parkiranje na zelenim površinama. Mi izdamo negde oko pa blizu 1000 prekršajnih naloga. I to je jedan od prekršaja u kojima vrlo retko delujemo preventivno. Smatramo da je parkiranje na zelenim površinama jedan nedoličan vid ponašanja i kao takav je neophodno da bude sankcionisan. Imamo veoma dobru naplatu, možda jednu od čak i najboljih u celoj Srbiji, preko 80% svih izdatih prekršajnih naloga za parkiranje na zelenim površinama se i procesuira i sprovede u delu. Nagybecskereken mintegy 260 tömbház van, és eddig az alig egyharmadában működött a lakók tanácsa, amely gondot viselt a házirendről és az épületről. A város gazdasági fejlesztése volt a témája a Szerb Haladó Párt mai zentai sajtótájékoztatójának. Az SHP tagjai úgy gondolják, hogy a gazdasági fejlődés egyik kulcsfontosságú pontja az ipari zóna jobb kihasználása. Petár Terzítja, a polgármester gazdasági ügyekkel megbízott segédje elmondta, új munkahelyeket szeretnének létrehozni Zentán. A másik fontos pontja a gazdasági fejlődésnek a népkert fejlesztése, mondták. Győri István, a párt helyi elnöke szerint, ha lesz rá lehetőség,
közösség egy sport és rekreációs központot alakítanának ki ezen a területen. Vasárnap helyi közösségi választásokat tartanak Zentán. Mi szeretnénk az Zentai Népkertet rendbe hozni úgy, hogy ott egy központ létesüljön, tehát a gyógyvizet szeretnénk kihasználni, hogy a polgárok is igénybe vegyék, és szeretnénk egy vállalkozót idehozni Zentára, hogy egy gyógyfürdőt hasonló kanizsán létesítenének. Képviselőtestületi ülést tartanak csütörtökön Topolyán, melyek során fontos személycserékről is döntenek, nyilatkozta Fremond Árpád, a VMS topolyai szervezetének elnöke, köztársasági parlamenti képviselő. A témák között szerepel a költségvetés átütemezése, ugyanis közel 70 millió dinárral növekszik a keret. Kinevezik továbbá több közvállalat igazgatóját is. A Komgrád kommunális közvállalat élére Domány Dudás Diana kerül, aki a községi tanács tagja volt. A költségvetési és pénzügyekkel megbízott tanácstagi tisztségét Mentus Lívia látja majd el. Fremond Árpád elmondta, decemberben kerül sor a helyi közösségi választásokra is Topolyán, amelyen a VMS, a Vajdasági Magyar Demokrata párttal indul. Nem kívánunk pártszínezetet adni ezeknek a választásoknak, viszont olyan embereket kívánunk jelölni, akik folytatni kívánják azt az építkező munkát, amit folytattunk az elmúlt időszakban. A helyi közösségekben is olyan személyeket szeretnénk jelölni, akik együtt kívánnak működni az önkormányzati vezetéssel az elkövetkezendő időszakban. Számos projektumot valósítottunk meg az elmúlt időszakban a helyi közösségek területén, ott, ahol az embereink vezető pozícióban vannak, és minden egyes helyi közösség az elkövetkező időszakban be fog számolni a polgároknak arról, hogy mit tett az asztal az elmúlt 4 évben, az ígéreteiből, hogyha úgy tetszik, mit sikerült neki megvalósítania. Temerinben is átadták az MNT ajándékcsomagját, egy okostáblát és egy házi olvasmányokból álló könyvcsomagot. A gyerekhét és a könyvhónap alkalmából a Kókai Imre általános iskola felsős tagozatai a magyar órákon használhatják majd a műszaki felszerelést. Temerinben a Kókai Imre általános iskolában 443 magyar ajkú diák tanul. Fontosak számukra az informatikai és elektronikai fejlesztések, mert így ők is több tudást szerezhetnek. Szerettek olvasni? A Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően könyvcsomaggal és interaktív táblával bővült az iskola felszerelése. A gyerekek örültek az ajándéknak. Remélem, hogy rengeteg ötletet fognak találni a többi tanulók is, hogy több lehetősége legyen ennek az ajándéknak, amit mostan ez az iskola kapott. Az új okostábla kezelése nem nehéz, de azért követel némi hozzáértést. Erre egy 90 perces tanfolyamon tanítják majd meg a tanárokat. Minden tanár, minden pedagógus ebben az iskolában örömmel vette, hogy kaptuk ezt a táblát, hiszen az oktatás minőségén nagyon sokat fog javítani ez a tábla. Persze természetesen képzésre szükségünk lesz, így nekem is, mivel még nem is láttam, hogyan működik, úgyhogy egy picit félve állok most elébe, de remélem, hogy kapunk segítséget is, ezt majd hasznosítani tudjuk az oktatásban is. Az pedig ez az okostábla. A Magyar Nemzeti Tanács 11 olyan vajdasági iskolát támogat interaktív táblával, ahol a legnépesebbek a magyar tagozatok. Így esett a választás a temerini Kókai Imre általános iskolára. Másik ajándékunk, a könyvcsomag, az minden iskolába elkerül. A 77 magyar általános iskola, tehát ahol magyarul folyik oktatás, mindenhol megkapják ezt a könyvcsomagot. Sziveri Béla igazgató elmondta, a mostani nem az első ilyen jellegű adomány, amit az MNT-től kaptak. Az alsós tagozatos diákok 7-8 éve használják már. Haladunk a korral, tehát szeretik a gyerekek az olyan műszaki megoldásokat, ugye a mai világban, amikor mindent már az internetről töltenek le. Tehát szerintem ez egy óriási dolog, nekik is érdekesebb lesz majd a tanítás. Az elkövetkező időszakban az MNT a gimnáziumokat támogatja a lezárult pályázat eredményei alapján.
Mindegy 50 külhoni magyar szakember vesz részt a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság által szervezett gyermekegészségügyi prevenciós szakemberek számára szervezett képzésen Budapesten, amely ma kezdődött, és a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának részét képezi. Grezsa István, a magyar miniszterelnökség kormánybiztosa megnyitót követően nyilatkozott a Szabadkai Magyar Rádiónak. Ez azért nagyon fontos, mert a program kapcsán nem csak az a 77 új óvoda és bölcsödelmi épülés, 211 intézmény újul meg, és 1500-ba juttatunk el ilyen magyar sarkokat, játszó sarkokat. Nem csak ez a lényeg, tehát a kubatúra fejlesztése, hanem a humán erőforrás fejlesztés legalább olyan fontos, mert rendkívül egyenetlenek az ellátások a külhoni magyar közösségek számára, mind óvodai, és nem is beszélve a bölcsödei szolgáltatásokról. Mi magunk is meglepődtünk, hogy milyen ellátási hiányosságok vannak. Tehát mi itt Magyarországon már megszoktuk ezt, hogy ez egy bejáratott, jól működő rendszer, de a külhoni közösségekben országonként eltérően vannak hiányosságok, és akkor nem is beszéltem arról, hogy ha délvidékre tekintünk, akkor ugye a szorvány óvodai központoknak milyen jelentősége van a szorvány közösségek megmaradása tekintetében. Zenta községben is évről évre kevesebb újszülött látja meg a napvilágot, tudtuk meg a Tiszaparti Város Egészségházában. A kisbabák azonban jó kezekben vannak, hiszen biztonságukért három védőnő is felel a község területén. A zentai erős családhoz érkezik ellenőrzésre, illetve tanácsadásra a védőnő. A kismamát és babáját most először látogatják meg otthonukban, hiszen a mindössze 6 napos Flóra és édesanyja tegnap jött haza a kórházból. Flóra sírással köszönti a védőnőt, aggodalomra azonban semmi ok, hiszen a baba mag egészséges, mondja a szakember. Kontrolizat ćemo stanje mlečnosti dojke, znači stanje bradavice kod majke, savjetovati majci izmlazanje radi prevencije nastanka eventualnog zapalenja dojki. Kontrolizat ćemo telesnu težinu, da ta kontrola telesne težine nam je jedna smjernica i pokazatelj da znamo da nam beba lepo napreduje, što i očekujemo. Flóra édesanyja szerint az entai védőnőszolgálat munkatársai minden kérdésben segítik a szülőket. Ez számára is fontos, hiszen férjével most először vállaltak kisbabát. Megmutatta, hogy kell rendezni esetleg a köldökcsonkot, hogyha probléma van a pelenkázással, abban is tud segíteni, a későbbiekben majd körmöt vágni, hiszen a babáknál ez nagyon fontos és érzékeny terület. Igazából bármilyen kérdéssel lehet hozzájuk fordulni, nem szoktak problémát csinálni az érdeklődésből, illetve soha nem utasítanak vissza, hogyha tanácsra és segítségre van szükség a babával kapcsolatban. A védőnők nem csak Zentán, hanem a községhez tartozó falvakban is meglátogatják a babákat. A tanácsadás azonban már a születés előtt, illetve közvetlen utána megkezdődik, mesélte dr. Muskinya Montányi Gabriella gyermekgyógyász. Védőnő a kórházban szokott megismerkedni a kismamával, és az újszülöttel, és felveszi az adatokat, és onnan kezdve elkezdi látogatni az újszülöttet és a csecsemőt, de azt is tudni kell, hogy a védőnőnek már a terhes gondozással is foglalkozni kell. Zenta községben idén 170 újszülött látta meg a napvilágot. A kórház adatai szerint ez a szám az év végéig nem éri majd el a 200-at. Ez pedig azt jelenti, hogy folytatódik a negatív mutató, hiszen évről évre kevesebb baba születik. A Magyarok a bar száért című dokumentumfilmet mutatták be kedveste Belgrádban. A film 3 magyar labdarúgóról szól, akik a Barcelona labdarúgó csapatának leghíresebb hármasává váltak az 50-es évek végén. A Kubala Cibor Kocsis trió olyan meghatározó eleme volt a katalán foci csapatnak az 50-es években, mint a Messi Suárez Neymar hármas 6 évtizeddel később. Jelenleg Lionel Messi a Barcelona legismertebb játékosa, az 50-es években viszont a csapat leghíresebb tagja egy magyar labdarúgó, Kubala László volt. A Magyarok a Barcáért című filmből kiderült például, hogy miatta építették fel Európa legnagyobb stadionját, a Camp Nou-t, amely mellett 2009-ben szobrot is emeltek neki. Ő az egyetlen játékos, aki szobrot kapott a stadionnál. A történet azonban nem csak róla szól, hanem másik két magyar társáról, Kocsis Sándorról és Cibor Zoltánról is.
Ők hárman meghódították a spanyol és a katalán szíveket, történetüket pedig a film készítői szerint mindenkinek ismernie kell. Engem annyira a foci nem izgatott fel, de az, hogy egy ember végigküzdi a történelem egyik nagyon nehéz időszakát, a második világháború vége, épül az ország újra, aztán jönnek az 50-es évek, ő elmegy, nem érzi otthon magát, fél a kommunizmustól, lelép, ugye Kubala, aztán jön 56, és akkor Cibor és Kocsis csatlakozik hozzá. Olyan szép kerek történetté állt össze, hogy én boldogan mesélek erről, és mindenkinek mondom és azt hirdetem, hogy ez nem is igazából a fociról szól, hanem a küzdelemről, a kitartásról, a hitről, meg az álmokról. Kocsis Tibor elárulta azt is, hogy korábban nem volt futballrajongó és nem is ismerte Kubala Lászlót. A története viszont annyira megihlette, hogy most egy egész estés dokumentumfilmet készít a focistáról, amely a Magyar Nemzeti Film Alapnak köszönhetően hamarosan megvalósulhat. A nézőket Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete köszöntötte, aki maga is bevallotta, Barca szurkoló. Nem mondanám, hogy én spanyol foci rajongó vagyok, én szeretem a jó focit. Alapvetően a Barcelona iránti rajongásom az a fiamnak köszönhető, mert ő a családban a Barcelona szurkoló. Viszont tekintettel arra, hogy én elég elfoglalt vagyok, az, amikor van egy Barcelona meccs, akkor kihasználjuk a lehetőséget és együtt megnézzük. Ezzel is bővítem azt a kört, amikor a fiammal lehetek. A Barcelona foci csapatát és annak múltját, illetve magyar kapcsolódásait is rengetegen ismerik Belgrádban. Legalábbis ez derült ki a Magyarok a Barcáért című dokumentumfilm szerbiai bemutatóján, amelyen nagyon sokan vettek részt. Összesen 8 énekes és 2 hangszeres produkciót láthatott a közönség tegnap délután a Vakok és Gyengénlátók zenei vetélkedőjén. A versenyt a Vajdasági Vakok Szövetsége szervezte, idei házigazdája pedig a Zentai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete volt. Balla Anna Mária Bocelli dalokat ad elő. Tanultam énekelni, sajnos nem diplomáztam énekből, szociális munkás diplomám van, mert azért az oktatási rendszer meg a társadalomnak a hozzáállása azért énekesekkel szemben még mindig olyan, hogy ha te énekelsz, akkor te láss el. Ha nem látsz, akkor te nem tudsz énekelni. És így engem nem engedtek zeneakadémiára, de az ének az az életem központi része maradt, és amikor tehetem, akkor igyekszem megragadni a lehetőséget, hogy énekeljek. Összesen 8 énekes és 2 hangszeres produkció mutatkozott be a vetélkedőn. Itt ezek mind a vajdasági egyesületekből való személyek, amatőrök, nem profi énekesek, de már több alkalommal léptek fel ilyen koncert alkalmával. A vetélkedőt a Vajdasági Vakok Szövetsége szervezte. Kuglanje takođe organizujemo u Senti već 3 puta, a muzička smotra Slepih Vojvodine se organizuje svake druge godine, a prvi put je organizovana još davne 75. godine, znači tradicija se nastavlja svake druge godine, kao što sam rekao. A fellépők elmondták, hogy habár Európa egyes részein, például Olaszországban már elfogadott, hogy a vakok énekelnek, nálunk és a környező országokban lassú a változás. Ha Szerbia pénteken legyőzi Ausztria labdarúgó válogatottját, akkor már biztos, hogy csoport elsőként jut ki a jövő évi oroszországi világbajnokságra. Az Opázovai sportközpontban a szerbek kitűnő hangulatban mindent beleadva készülnek az összecsapásra. Alexander Mitrovic, a Newcastle United játékosa azt nyilatkozta, hogy mindent megtesznek azért, hogy ne rontsák el a döntő lépést. A pénteki bécsi mérkőzés után hétfőn Grúzia csapata látogat Belgrádba a selejtező sorozat utolsó körében. A híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A nemzeti tanácsok képviselőivel tárgyalt ma Ana Brnabić miniszterelnök. Nem kell aggódni a gázellátás miatt a télen, ígéri a miniszter. Az új közlekedésbiztonsági törvény tervezete szerint kisebb büntetésre számíthatnak a gyorshajtók. Ha Szerbia pénteken legyőzi Ausztria labdarúgó válogatottját, akkor már biztos, hogy csoport elsőként jut ki a jövő évi oroszországi világbajnokságra.
A híradó végén köszönöm figyelmüket, a pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, valamint riportjainkat is visszanézhetik. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, ugyanis mindjárt kezdődik a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok megnyitóján készült felvételünk. Holnap a Pannon Rádióban a reggelisek ébresztik a hallgatókat, a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában pedig azzal is foglalkoznak, hogy felújítják a törökbecsei temetőben a kápolnát. Szép estét kívánok, viszontlátásra!